Először azt gondoltam, hogy hú, majd én leszek az ilyen jófej, kemény anyuka, aki könnyek nélkül, lazán, vagy ó, hát az én lányom, az közösségi ember, olyan könnyedén fogja venni a dolgokat. Hát ő könnyedén is vette, de azért anyuka itt a Carmina Burana első próba hetén végig zokogta az egész próba időszakot, hogy a kórussal együtt sírtam, vagyis hát ő sírtak velem, mert ahogy megkérdezték, hogy és Bibi, hogy van, jár már Robiba? Igen, sajnos! Miklós Erika elfoglalt énekesnő és anyuka. Most is épp munka közben, az egyik Carmina Burana előadás előtt, a zongora hangolással a háttérben, az Erkel nézőterén mesél kislánya Bíborka óvodai beszoktatásáról. Maga is meglepődött, mennyire megviselte őt ez az elszakadás. Ezek az ilyen nem várt könnyek, vagy legalábbis az ember azt gondolja, hogy tudja uralni. Én nem tudtam, és hát én meggyászoltam ezt a beszoktatást. Ahogy Erika mondja, az első három évben elég szoros szimbiózisban éltek. Bibi, így szólítják őt, nem járt bölcsibe. Az apuka Zsolt volt otthon Gyesen, szabadúszó építőmérnökként. Erika pedig, amikor csak tehette, hozta magával a színházba. Szinte mindig együtt voltunk. Együtt csináltunk mindent, és ugye azért a kislánynak is nehéz volt az, hogy mondjuk egy japán turné után egy sima óvoda. Tehát az nem volt olyan érdekes, mint az Arigato gozaimasu, ugye? Meg a társulat, ez a színházi élet, a pezsgő színházi élet, szóval azért az nagyon más. Azzal együtt, hogy nehéz volt az elszakadás, anyuka azért érzi, hogy Bibinek már éppen szüksége volt az óvodára. Ez pont nagyon jól van kitalálva, hogy 3 éves kortól van óvoda, mert pont akkor kezdődik az a kis makacság, a kis öntörvényűség. És egyből ráütött a kezembe. Az óvoda az egy rendszer, és ugye oda kell ülni az asztalhoz. Én ennek örülök a legjobban, mert a Bibit leültetni az asztalhoz, ez volt a legnehezebb például mindig is. Nem mintha én leültem volna bármikor is a gyerekkoromban, szóval az nem esett messze az alma a fájától. Az alma a fájától kifejezés Erikáiknál különös értelmet nyer. Apa, te vagy a bíró, és szólsz, hogyha a Bibi ráütött. Egy pont a Bibinek. Mint köztudott, sosem rejtették véka alá, Bíborkát örökbe fogadták. Erről nemrég a Családvarázs című online sorozatban meséltek tiszatavi nyaralásuk közben. Ez egy dolog, hogy itt ugye kikötötte a biológiai anya, hogy idősebb, tapasztaltabb szülő, vagy örökbefogadó pár legyen. De itt volt egy elég erős kockázatvállalási feltétel is, mert halva született a Bibi. És újra kellett éleszteni, és ugye nem lehetett tudni ilyenkor, még egy pár naposan nem lehet tudni, hogy 100%-ig egészséges egy gyerek. Ez csak az évek során derül ki. De egy percig sem hezitáltak. Mondom, de mondjad már, hogy mi a lényeg? Hát mondom, mehetünk érte? Ja, de hát örökbe fogadjuk, akkor szerinted is? Ez nem kérdés. A nővérke hozta ki, a kezébe volt még. Rám nézett, és felkacagott, 7 napos volt, vagy 8, nem tudom. És így csinált, hogy há? És a fején, de olyan élénk volt a tekintete, és az volt a tekintetében, hogy na végre, hogy megtaláltatok. Úgy beindultak az anyai ösztöneim, tehát ezt a gyereket én szültem, most mit kérdezgetnek, tehát ez egyértelmű. Bibi makkegészséges, csintalan, cserfes kislány, épp olyan, mint az anyukája. Ahogy sok más örökbefogadó család is beszámol erről, a gyerek, hiába nincs genetikai egyezés, valahogy mégis hasonlítani kezd a szüleire, még külsőleg is. Neki is egy kicsit ilyen kreolosabb a bőre, mandula szemű, én is mandula szemű, az alakja a szemünknek, a hajszín, de nálunk a habitus, a bizonyos megnyilvánulások, bizonyos fizikai testtartások, lábtartás, kéztartás, gesztikulálás, hát a pimasság az abszolút, tehát csibészség nagyon-nagyon hasonló. A hasonlóságra tudományos magyarázat is van. Annak idején, pont amikor a Bibi született, akkor még szerencsére élt a Czeiser Endre, és én beszéltem is vele, és feltett a kérdés, hogy szerintem mennyi a hozott dolog egy ilyen esetben, és mennyi az, amit a környezet vagy a szülők adnak. És akkor azt mondta, hogy általában 10%, amit hoz, és 90%, amit felvesz. Amit pedig Bíborka felvesz, anyukája habitusán kívül, az természetesen a zene. Egy világhírű operaénekes kislányaként nem csoda, hogy 3 éves korára igazi operarajongó lett. Vizes kávézó? Annyira imádja, hogy tulajdonképpen 2 hete volt otthon, amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy a férjem nem volt otthon, nekem viszont nagyon kellett gyakorolnom.
úgy gyakoroltam, hogy szorította a kis ujjamat, mert nem engedte, mert elkezdtem skálázni, azt mondom, ezt kibírja, és annyira szorította az ujjamat, mert így ki akartam húzni a kis kezéből az ujjamat, és szorította, kvázi tudtomra adta, hogy ő ezt szeretné hallgatni. Mosolygott, aztán elaludt. Erika 45 éves volt, amikor örökbe fogadták Bíborkát, de nem bánja, hogy ennyi idősen lett anyuka. Bejártam az egész világot, mindenhol énekeltem, a legnagyobb elismeréseket bekebeleztem. Tehát ezek után jött a gyerekvállalás, és ez egy annyira más érzés, amikor már bizonyos szinten egzisztenciálisan elégedett vagy. Nem az az első, hogy most úristen, ezt a munkát, ha nem csinálom meg, akkor mi lesz, hogy lépek tovább, mert nincsenek ilyen kérdések, nincsenek ilyen görcsök. És nincsenek görcsök a tekintetben sem, hogy Bíborkának előbb-utóbb testvére is lesz. Hát sajnos azért az élet réges, és nem szeretném, hogy egyedül maradjon. Mindenféleképpen legyenek testvérei. Így vagy úgy, természetes módon vagy örökbefogadva, de biztos, hogy lesz.